szóval le a kalap alatt végigcsinálták. Erre amikor azt hallottam, hogy 5 hónap, gondoltam, hogy ez egyre túlzás. Benne van az 5 hónap, tényleg rendesen megmunkált jócóc. Fantasztikus volt, egyszerűen imádtam és imádom nézni, tehát olyan volt nekem, mintha egy valami nagyon sokszor látott dolgot látni, teljesen új feldolgozásban. Baromi jó. Azt gondolom erről a képről, amikor először megláttam, vagy először megnéztem, írtó boldog lettem, hogy ilyen fantasztikus színvonalú klipek készülnek Magyarországon. Tudnélik, ez egy versenyhelyzetet alakít ki, és mindenki ilyen jókat akar később, úgyhogy én csak boldog lehetek, hiszen a csatornáinkon ilyen jó klipeket játszunk majd. Ez a klip, ez pedig olyan, hogy a világon bármelyik zenetévében, Amerikától egészen Japánig megállná a helyét. Elképesztő technika van benne, elképesztő szakmai alázat, elképesztő profizmus, szóval nagyon-nagyon föl van itt adva a lecke mindenkinek mostantól kezdve, aki Magyarországon klippet szeretne csinálni utánuk. Tönkretesz, megbukott, legy perc alas több. Csak megszállott emberek csinálnak ilyen klipet. Tehát ezt a úgynevezett piac visszaigazolni soha az életben nem fogja. Én az egész életem arról szól, hogy olyasmit csinálok, ami nem racionális. És amikor ilyesmit látok másokban, meg fiatal emberekben, akkor ennek örülök. Tehát ez egy teljesen irracionális költés. Most azért, hogy néhányszor töbörített, rossz képminőségben a magyar zenetévéken lemenjen ez a klip, amiatt nem szabad ilyen drága klipet csinálni. De ők megcsinálták, mert ilyet akartak. Úgyhogy ez nagyon klassz dolog. Tényleg. És hülyeség is egyben, jobb, ha tudod. Tiszta jövőség!